Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit, ez itt a GameWave, én Darius vagyok, és ma kipróbálunk egy Game Pass-es játékot, mégpedig a Lawn Mowing Simulátort, vagyis füvet fogunk nyírni, ez egy fűnyíró szimulátor, nem tudom, hogy ki az, aki annyira szeret füvet nyírni, hogy a szobájában is ezt csinálná. Rólam tudni érdemes, hogy Budapesten lakom, ahogy egyébként Benny is, azonban én a belvárosban egy társasházban, szóval életemben nem nyírtam meg füvet, Benny viszont szokta mondani nyáron, hogy ma nem tudok jönni játszani, mert le kell nyírnom a füvet, vagy ma csak később tudok jönni, vagy játszunk délelőtt, mert délután fűnyírás van. Azt se tudom tényleg, hogy miért kell, meg jó, nyilván tudom, hogy miért kell, de hogy mikor, meg mit tudom, én nem tudok róla semmit. Én ilyen városi gyerek vagyok, ez ilyen kormányos fűnyíró lesz inkább, tehát amikor így beleülsz, ez az amerikai stílusú, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen Európában is, de szerintem ez inkább Amerikában menő. Steering, igen, accelerate, RT, brake, LT, pont mint a Forzában, amiről vannak tartalmink a jó pályos sarokban. Company name. Ez lesz. Company logo. Pedig, hát ilyen penge lesz szerintem. Pontosan ez a penge lesz. GameWave Company. Edit player. Jó. Player name. Darius. Avatar. Teljesen mindegy, szerintem ez a kis, hát ő leszünk inkább, ennyit mondok. Sapkánk színe az GameWave kék. Talán ez van a legközelebb hozzá. Ez mi? Logo placement, hát úgy telerakjuk a logóval, hogy front and back, elől hátul is lesz. Uniform color. Így. Ilyen sötétkék beütéssel. Ez lesz. Így fogunk kinézni. Confirm. Start company? Start company. Test drive. Olyan a fűnyíró, hogy így magába gyűjti a füvet. Nem lesz ilyen fűkupac, kivéve, hogyha mi leengedjük. Ez side discharge, gondolom, oldalra kiengedi. Nagyon apróra vágja. Gyakorlatilag eltünteti. Na jó, melyeket válasszuk, srácok? Ez ilyen gyűjtő, de ez ilyen lúzeres, nem? Ez a legmenőbb, hát az atomokra bontja gyakorlatilag. Test drive? Unlimited? Menjen. Test drive. Ezzel fogunk menni. Ez mi az a... Ú, itt van ilyen dinós valami pack. Holdix. Hogy beröffentettük azt a leborult? Use to change the throttle. Hogy mi? Ja, és akkor így ezzel felrakom gyakorlatilag a fordulatot neki, így belokkolja és nyomjuk a gázt. Hát jó, ilyen fűnyíróval én akarok füvet nyírni így a való életbe is. És akkor ezt kell lenyírnunk? Ez a feladat? Jó van. Ott van, 2,5-re vágjuk, srácok, én nem fogom 5-re vágni. Jó, nem, 5-re vágjuk, azt mondta, hogy 5-re vágjuk, akkor 5-re vágjuk. Hát fia vagy, ez miért nem jó? Ezt valaki nem szereti? Ez rohadt jó feladat. Fűnyírás, a legjobb. Nincsen FPS mód? Menjetek innen! Kedvenc játékom, srácok, dobjuk a Forzát, mostantól Lawn Mowing Simulator gameplay lesz, minden nap. De oda néz, hogy nyírjuk a füvet amúgy. De ez mi a nem élvezetes? Hát ez annyira élvezetes program. Most ezt halálkomolyan mondom, srácok. Én szerintem ezt nagyon élvezném. Mondjuk ez kicsit fura fordulás lesz, de nem baj. Majd levágjuk. Hát van ilyen assist. Egy kicsit úgy érzem. Hoppá! Overloading engine, hát hogy? Hát én nyomni akarom. Jó, ott van egy ilyen red line, és addig lehet csak nyomni. De milyen gyorsan vagyunk most, azt nézd meg. Héttel. Ez ami új gazdag csávónak a kertje lehet, aki lusta levágni a füvet magának, és ott oda tett valami szegény kis kertészfiút. Aki persze nem kevés pénzért csinálja meg mindezt. Kicsit nyomjuk már meg. Na jó, most van ez a pont, hogy rá... tehát most már érzem, hogy miért nem szeretik ezt csinálni az emberek. Ez annyira unalmas, már bocsánat. Na srácok, és akkor amit most csinálok, az jó? Azt mondjátok meg nekem. Aki szokott füvet nyírni így rendszeresen, mondjuk az. Igazán megmondhatná, hogy amit csinálok, jelenleg az jó-e. Én úgy beletolatok, hogy megbolondultak.
És ha többször megyek át rajta, az kárt tesz benne? Mert egyébként nem kéne neki, elvileg. Gondoljatok vele, miért kéne? Miért tenne benne kárt? Jól csinálom? Csőgázon megyünk. Ennyi. Nagyon durva fűnyírás van, srácok. Gyakorlatilag fűnyíró szimulátorozunk. Meg ilyen gyomtalanítás is van itt egyben. Végig vagyunk itt a peremén a dolgoknak. Úgy döntöttem. Hoppá! Az igazi férfi mindig háttal parkol. Hát az nem arra megy, amerre szeretném. Igen? Ebből égés lesz, srácok. Ja, mert nincs szervó. Mondjuk, hogy lenne. Ennyi. Leszálltunk, beülünk a kis Fordunkba. Leave. És elhagyjuk a helyszínt, a TED helyszínét elhagyjuk, srácok. Purchase vehicle. Ezt meg is vesszük. Menjünk most ilyen másik fél évvel? Menjünk most ilyen Pattersonnal. Ó, várjál, mert valami ground checket kell csinálnom. Azt gondolom ezzel van mi. Nem. Hogy kell ground checket csinálni? Milyen jó kocsiaik vannak ezeknek? Négy percem van ground checket csinálni, bocsánat, de hogy? Objects collected, hagyjuk már, jó? Hopp. Ja, körül kell néznem, hogy nincsen a semmi a földön. Ilyen babajáték, meg ilyenek újság volt. Valami még volt, és akkor... Még valami van. Ott világít, az nem az. Igen, itt van. Ez mi? Valami kövek. Tényleg, és itt figyelnék, hogy ne legyenek kövek, mert akkor gondolom szar lesz a balacsintába. És már nyomjuk is, srácok. Már nyomjuk is. A fűnyírás itt. De várjál, mert ez így szét fogja szórni minden irányba. De miért hagy itt egy ilyen... jó van, szarom le, srácok. Szerintem itt vagyunk a műalkotásunknál. Rajzolom még egy kis izét neki. Hát ez tök jó. Na, itt levágjuk még a bozótot. Nem tudjuk a magántulajdonokat tönkre tenni. Randalírozunk egyet a kertbe, beleszarunk a sarokba. Az mi ez, ami állat? Ez milyen állat? Ez valami tyúkol, vagy nem tudom ez milyen, bocsánat. Beleszorunk a tyúkolba, és utána elmegyünk és leadjuk a munkát, mint aki jól végezte a dolgát, de ezt már nem mutatnám meg nektek, és megkímélnétek ettől titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha esetleg tetszett a Lawnmowing Simulator, és szeretnétek még más ilyen szimulátoros kipróbáltukokat látni tőlünk, akkor iratkozzatok fel mindenképpen. Egyébként meg normális tartalom is van a csatornán bőven, sőt, az van többségében. Igazából nézzetek szét nyugodtan, a jobb felső sarokban folyamatosan a videóban szétszortunk különböző mindenféle tartalmakat. Köszönöm, hogy itt voltatok, én Darius voltam a GameWave-től. Sziasztok!
a freak show.